Önök a Szentes Televízió szerdai híradóját látják 2024. szeptember 18-án 19 órakor köszöntöm Önöket. Főbb híreink röviden. Az arcképek Szentesről legutóbbi vendége Csehúz László tanár úr volt. A Szentes Városi Könyvtár 75. évfordulójára rendezett programsorozat keretében Vágyvölgyi Zoltán tartott előadást. A Szó igaz hősei című kötet bemutatójára került sor szeptember 14-én szombaton. Az árvíz elleni védekezésben résztvevő önkormányzatoknak már most érdemes megtervezniük a figyelőszolgálatokat, hiszen a problémák nem a tetőzés időpontjával érnek véget, hívta fel a figyelmet az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetője az Árvízvédelmi Operatív Törzs szerda reggeli ülése után tartott sajtótájékoztatón. Láng István főigazgató rámutatott, a szivárgásból adódó roskadási, tönkremeneteli jelenségek később jelentkeznek. Nagyon fontos szerepe lesz a tetőzés után a figyelőszolgálatok megszervezésének és fenntartásának annak érdekében, hogy a levonuló árhullám elleni védekezést biztosítani tudjuk, hangsúlyozta. A főigazgató megjegyezte, hogy Győrben sokkal jobban elmarad az árvízszint, mint bárhol máshol, hiszen a torkolati műtárgy sikeres működtetése miatt több mint egy méterrel alacsonyabb a vízszint. Az állami vezetés szerint az a döntés született, hogy maximálisan támogatja az önkormányzati védekezéseket, hogy az állam minden támogatást megad ideiglenes védvonalak kiépítéséhez. Az arcképek Szentesről legutóbbi vendége Csehúz László tanár úr volt, aki 80 éves korára 8 olimpia helyszínére tekert el. Az első állomás Barcelona volt 1992-ben, és ahogy mondani szokták, a többi már történelem. Az a szomorú, hogy nem látok egy fiatalat sem. Van fiatalat? Az arcképek Szentesről legutóbbi vendége Csehúz László tanár úr volt, aki 80 éves korára 8 olimpiai helyszínre tekert el. Az első állomás Barcelona volt 1992-ben. Triatlonoztam én is, a kislányom is, akkor ő 16 éves volt, és együtt döntöttük el azt, hogy menjünk el Barcelonába. Edzettünk éppen eleget, talán felkészültek vagyunk annyira, hogy el tudjuk menni, sikeres teljesíteni tudjuk. Így indult az egész. Akkor pénzünk nem volt, szegények volt, azt lehet mondani. Kaptunk valamennyi támogatást, de kiderült gyorsan, hogy nyugaton teljesen más árak vannak, mint itthon. És el kell dönteni, vagy megszállunk normálisan, vagy pedig étkezünk normálisan. Nyilván melyik a fontosabb, hogy normálisan legyen étkezésünk. Úgyhogy vadkempingeztünk végig, olimpia helyszínén egy napot töltöttünk, és jöttünk haza. Ennyit látunk az első olimpiáról. A harmadik olimpia után be akarta fejezni, ahogy fogalmazott, három a magyar igazság. Ám mivel egészsége engedte, és a felkészülése is tudott időt fordítani, így újra elindult. Azt mondta, hogy Athén tényleg közel van, hogy akkor menjek el Athénbe is, de ne legyen már olyan nagyon rövid az út, ezért kerülő úton mentem Olaszországon keresztül, hogy legalább 5000 kilométer legyen. Így mentem el végül Athénbe. És utána megint úgy gondoltam, talán vége, de hát olimpiai karikában 5 van, a következő olimpia lenne az 5., akkor illik oda elmenni. Az volt a legkeményebb felkészülés, mert másfél év alatt 27000 kilométert edzettem, hogy felkészült legyek. Nyilván azért féltem, hogy merre megyek. Volt, hogy azt mondták például, mikor megérkeztem São Paulóba, hogy ők nem ajánlják, hogy elmenjek, mert veszélyes az út. Én aztán kiderült, hogy azért mondták, mert azok le vannak fedve, ők megmondták nekem, hogy ne induljak el, de végül elmentem, gond nélkül odaértem Pekingbe is. Ez egy 3 hónapos, nagyon kemény út volt, 11000 kilométernél több volt. Én voltam 3 héten keresztül. Ezután már tényleg azt gondolná az ember, hogy ennyi elég volt, de a sors és az akarat úgy hozta, hogy mégis elindult Londonba, ezután Rióba, majd természetesen következett Párizs. Felkészültem most is alaposan, de hát az ember nem tagadhatja el a korát, úgyhogy nagyon megviselt az az út, de legalább túléltem. Vissza már nem jöttem, egyrészt azért, mert én felelőtlen voltam, mert nem lehetett térképet kapni. Nincs Szentesen, majd lesz Pesten, nincs Pesten, majd lesz Győrben, nincs Győrben, majd benzinkútnál találok, nincs sehol. Szerintem a gyerekeim voltak mellettem, a fiam délután volt ügyeletes mellettem, a lányom délután, hogy dolgoztak mellette, kemény munkát végeztek, hogy azt szeretném mondani, hogy hárman mentünk el Párizsba, nem pedig egyedül, mert nélkülük lehet, hogy még mindig úton lennék. Nincs térkép sehol se. Én meg nem értek annyira internetes világhoz, hogy tudjam mindig, hogy hogy kell mindig, hova kell kapcsolgatni. Úgyhogy próbáltam engem igazítani, de hát ez is tévedtem meg 243 kilométerre, többet tettem meg,
mint amit eredetileg terveztem. De legalább odaértem, úgyhogy jó, részben elégedett vagyok, részben nem, mert jó lett volna vissza is jönni, de az veszélyes játék lett volna. Térkép nélkül, meg a gyerekeimnek már nem volt annyi ideje se. Azt nem váratom tőlük, hogy visszafelé is navigáljanak engem az egész úton hazafelé. Úgyhogy így történt. Sikernek lehet nevezni, de én azért kicsit bosszankodom emiatt, hogy elmaradt a visszaút. Csehúz László 8. olimpia után visszatért az úgynevezett mindennapjaihoz. Reggel kávézunk barátokkal 9-re a panorámába, utána elmegyek úszni, utána elmegyek ebédelni. Most már megvan a kerékpárom, hazajött Párizsból, elmegyek biciklizni valami, nem sokat, csak 10-15 kilométer, de ez kevés nekem. És ezt megismételtük egy évvel később. Egy igazán különleges és édes feladattal kezdődött a csütörtök esti program a Szentesvárosi Könyvtárban. Az intézmény 75. évfordulójára rendezett programsorozat keretében Vágvölgyi Zoltán a könyvtár történetéről tartott előadást az olvasóknak. Előtte hozták fel az épület előtt parkoló egyik kocsiból az ünnepségre rendelt tortákat. A múzeum történeti előadás korábban egy szakmai konferencián hangzott el, annak kibővített változatát hallhatta most az olvasó közönség. Szia! Sziasztok! Milyen ízű torták? Azt tudjuk? Csoki torta. Egy igazán különleges és édes feladattal kezdődött a csütörtök esti program a Szentesvárosi Könyvtárban. Az intézmény 75. évfordulójára rendezett programsorozat keretében Vágvölgyi Zoltán a könyvtár történetéről tartott előadást az olvasóknak. Előtte hozták fel az épület előtt parkoló egyik kocsiból az ünnepségre rendelt tortákat. A történeti előadás korábban egy szakmai konferencián hangzott el, annak kibővített változatát hallhatta most az olvasó közönség. 75 éves a Szentesvárosi Könyvtár, és hát minden intézmény életében, ha a kerek évfordulók azok megállásra és elgondolkodásra, számadásra késztetik az intézményt, és most a olvasóink számára rendezünk egy ilyen ünnepi rendezvényt, ahol bemutatjuk, szeretnénk bemutatni, hogy milyen volt a könyvtárunk elmúlt 75 éve. 1949-től kezdve hogyan alakult a könyvtár élete, hogyan fejlődött a város kulturálisan meghatározó intézményévé, és milyen most a könyvtárunk. A régi világ és a mai világ össze lesz hasonlítva, de itt nem lehet úgy összehasonlítani, hogy egyik jobb volt, vagy rosszabb volt, mert egy fejlődésben vagyunk benne, és a fejlődés az mindig valahonnan, valahova megy. És látni fogjuk azt, hogy milyen volt a 60-as, az 50-es évek, a 80-as, 90-es évek, és milyen az az időszak, amelyikben most vagyunk benne az utóbbi 20 évben. 1952. augusztusától a körzeti könyvtár Szentesen is járási könyvtárra alakult át. Ugyanebből az alkalomból egy szakmai rendezvényen, ott egy picit szűkebb volt a rendelkezésre álló idő, 20 perc volt mindenki számára, nem csak én beszéltem, hanem rajtam kívül még 7 másik előadó az ország különböző pontjairól. Ők pont azért jöttek, mert megtiszteltek bennünket. A 75 év az tiszteletet érdemel, mi is szoktunk menni máshova, és most mi is megkaptuk ugyanezt a tiszteletet. Én tájékoztató könyvtáros vagyok elsősorban, ezen kívül helytörténettel, helyismerettel is szoktam foglalkozni, valamint a könyvkiadás is hozzám tartozik, tehát ha valaki könyvet akar kiadni könyvtárunkon keresztül, akkor az adminisztratív részét olykor-olykor a könyv tartalmi részében is be tudok segíteni. A Szó igaz hősei című kötet bemutatójára került sor szeptember 14-én szombaton a Szentesvárosi Könyvtárban, az intézmény és az Együtt Szentesért Egyesület közös szervezésében. A nemrégiben megjelent könyvet szerzője Vasborsodi Borbála mutatta be a közönségnek. Közreműködtek a Topolyai Aurora beszédművészeti műhely tagjai is. A rendezvényen részt vett mások mellett Szirbik Imre, Szentesváros korábbi polgármestere, és Horváth György, nyugalmazott gyógyszerész, irodalmár. Mindketten hosszú évek óta támogatják a határon túli műhely értékmentő munkáját.
A Szó igaz hősei című kötet bemutatójára került sor szeptember 14-én szombaton a Szentesvárosi Könyvtárban, az intézmény és az Együtt Szentesért Egyesület közös szervezésében. A nemrégiben megjelent könyvet szerzője Vas Borsodi Borbála mutatta be a közönségnek, közreműködtek a topolyai Aurora beszédművészeti műhely tagjai. A rendezvényen részt vett mások mellett Szirbik Imre Szentesváros korábbi polgármestere és Horváth György nyugalmazott gyógyszerész irodalmár. Mindketten hosszú évek óta támogatják a határon túli műhely értékmentő munkáját. A mai délután a könyvtár és az Együtt Szentesért Egyesület szervezésében valósul meg, és központi témánk a Topolyán nem olyan régen megjelent a Szó igaz hősei című kiadvány. Vas Borsodi Borbála gyűjtötte össze az Aurora beszédművészeti műhely 20 évét, a 20 év alatti történéseket, és ezt jelentette meg ebben a kiadványban. És szó esik a 20 év történéseiről, illetve itt vannak a 20 évvel ezelőtti tagok is. Balsons, akit régen tép, hozz rá vígesztendőt. Megbűnhődte már a nép, a múltat és jövendőt. Könyv, amelynek a bemutatója van, szinte 25 évvel ezelőtt indult hódító útjára, és hát most volt februárban Topolyán a hivatalos bemutatója, és most ez a második bemutatója ennek a könyvnek, amelynek nem az a célja, hogy a könyvben lévő verseket mutassuk be, hanem az, hogy minden aurórás tag, ezt a csoportosulást aurórának neveztük 25 éven át, minden egyes aurórás tag, aki eljött és megtisztelt bennünket, elmondja a legkedvesebb versét. Régi ismerőseink is vannak, mi 2002 óta jártunk Szentesre, több nagyon sikeres fellépésünk volt itt már azóta. Remélem, hogy ez is hozzátartozik majd a többihez. Ezzel szerdai híradónk véget ért, következik hírháttér műsorunk. A Petkupa Egyesület szervezésében 12 éve szállnak hajóba civilek és cégek, hogy csökkentsék a folyóvíz és az ártér szennyezettségét. Szentesről dr. Bölcskei Molnár Katalin és családja évek óta részt vesz az akcióban. Az Amerikalózok nevű csapatok idén a második legtöbb hulladékot szedte össze a Sáros Pataktól Tiszalökig tartó vízi út során. A következő percekben vendégünk dr. Bölcskei Molnár Katalin. Híradóval legközelebb csütörtökön várjuk Önöket ismét a Szentes Televízió műsorában. Köszöntöm kedves nézőinket, Háttér című műsorunkat látják. Témánk pedig átvitt értelemben, meg szószoros értelemben is a Tiszán végigvonuló szennyezés. Főleg árvizek után bizonyára láthatják az árterekben és a vizeken, hogy tele van PET-palasztól kezdve mindenféle kommunális hulladékkal. És van egy csapat, akik, hát nem tudom, hogy elsősorban szórakozásból vagy miért, de végig hajózzák a Felső-Tiszát és a Bodrogot, és összeszedik ezt a hulladékot. Legutóbb most augusztusban volt, és közel 17 tonna hulladékot szedtek össze, ahogy néztem, kajakkal, csónakokkal, mindenfélével. Stúdiónk vendége pedig dr. Bölcskei Molnár Katalin szentesi ügyvéd. Köszöntöm itt a stúdióban. Nem első alkalommal tették meg ezt a távot, és gyűjtötték a szemetet a Tiszán és a Bodrogon. Így van, köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a nézőket én is. Mi már 2017 óta járunk erre a rendezvényre, az volt a harmadik PET-kupa, az még akkor csak tiszai PET-kupa volt. Abban az évben a mi csapatunk gyűjtötte a legtöbb hulladékot. Ugye a PET-kupáról azt kell tudni, hogy ez egy alapvetően
újrafelhasznált anyagokból, PET-palackból és egyéb újrafelhasznált anyagokból készült tutajokon hajózunk a vizeken, és az a feladat, hogy az árterekbe kilépve, vagy a folyón, az akadókon, benyúló faágakon, fönnakadó szemetől próbáljuk meg minél inkább megtisztítani a területen. Ez az alatt az évek, 8 éve van, veszünk részt a PET kupába, nagyon kinőtte magát a rendezvény, kezdődött családi kalandokként, most már rengeteg céges csapat van, illetve ugye fúziós csapatok, mint a miénk is, mert 16 vagy maximum 20 csapat nevezhet a PET kupán, ezért nagyon korlátozott a szám, hogy hány nevezést fogadnak. Például a jubileumi 10. évi nevezéseket nem fogadták csak olyanoktól, akik már legalább párszor voltak PET kupa résztvevők, úgyhogy ez egy igen családias rendezvény volt akkor. És az a feladat, hogy végig menjünk, ugye tavaly volt a folyókon, tavaly volt a Maroson is PET kupa, Bodrogon, Tiszatavon és a Tiszán. Idén én úgy tudom, hogy csak a Tiszatavon és a Bodrog-Tiszai PET kupa került megrendezésre. Előző években sokat voltunk fönt az ukrán határon, ahol most ugye nyilván az egyéb okok miatt nem lehet szervezni biztonsággal rendezvényeket, úgyhogy egyébként pedig a Bodrog az, ami kifejezetten, hát most elmondható, hogy Magyarország legszennyezettebb mellékfolyója, ami a Tiszát meghordja nagyon csúnyán hulladékkal. Igen. Beszélgetésünk alatt majd lehet látni néhány fotót, hogy hogy néz ki egy ilyen hulladékgyűjtés, de a gyakorlatban hogy néz ki, hogy reggel folyóra szállnak a különböző vízi eszközökkel, és akkor este pedig kiszállnak, és akkor közben ott kell ezeket a szemetes zsákokat tárolni? Igen, úgy ugye a maga szervezés és az önkéntes csapat azért nagyon könnyűvé teszi ezt a szemétszedést, mert nekünk csak annyi a dolgunk, hogy megreggelizzünk, fölkeljünk és folyóra szálljunk, és szedjük egész nap a szemetet. De így van, legkésőbb 9-kor általában indulunk. Egy-egy napi etap az olyan 10-12 folyam kilométer szokott lenni, amit le kell levezni, és ott azon a szakaszon bárhol ki lehet lépni. Most ugye olyan nem határfolyókon vagyunk, amikor a határon jártunk, akkor nyilván megmondták, hogy melyik oldalon szabad csak kimenni, és az ártérben található hulladékot szedjük egész nap, és este 5-re van a befutó, amit általában senki nem tud teljesíteni, mert addigra belefutunk valami olyan PET-bányának nevezzük, olyan mértékű szemét beszennyezésbe, hogy ez tényleg van, hogy egy egész napot kitesz, és amikor eljövünk, sem tiszta a terület. Most milyen, is. Milyen hulladékok vannak ott? Hát döntően PET palackok vannak, és elszomorító módon döntően vizes üvegek, kék színű PET palackok, ami abszolút ásványvizes üveg. Emellett nagyrészt sörös üvegeket, vagy ezt a műanyag sörös üvegeket találjuk. Ez az egyik része a hulladékoknak, és ugye a HDPA hulladék a mosogatószeres üvegek, vagy flakonok, és az egyéb ilyen háztartási hulladékból kijövő flakonok. Rengeteg villanykörte van, amitől nagyon félünk, mert törékeny, és ugye az már vág is. Azzal vigyázni kell, sok üveghulladék is van. Hál' Istennek már most a tű egyre kevesebb, de volt egy pár év, amikor annyit tűt szedtünk össze, hogy senki nem mert kimenni, csak rendes zárcipőben, mert ugye nyilván félő volt, hogy mibe fogunk lépni. Amúgy ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor az ember kiszáll egy ártéren, akkor szép a növényzet, ugye minden benőve vadszőlővel, és amikor az ember rálép a növényzetre, és roppan alatta a műanyag, az egy szörnyű hang, de akkor tudjuk, hogy olyan helyen járunk, ahova érdemes volt kimenni. Az elején is ezzel kezdtem, hogy ez tulajdonképpen ez szórakozás is? Kikapcsolódás? Hát ez igen összetett dolog, mert alapvetően az a látvány, az sok minden, csak nem nagy élmény, amikor kimegyünk egy tényleg rendkívül szennyezett ártéri területre. Ezt el sem tudom mondani, milyen érzés kimenni egy gyönyörű erdőszakaszba, ami öntve van szeméttel. Megtisztítani jó élmény. Mindig nagy reményekkel megyünk, hogy most le fogunk szedni minden szemetet, és amikor eljövünk, az szép tiszta lesz, és amikor a sokadik óránál már lehajolni is nehéz, és a rengeteg zsák összeszedve ott áll, és már nem tudjuk, ki viszi el, hogy viszi el, akkor eldönteni, hogy mi az, amit még viszünk, és mi az, amit már ott hagyunk, szerintem az a legnehezebb része.
Úgyhogy hogy szórakozása, igen, mert remek emberekkel ismerkedtünk meg az évek során. Találkoztunk már és ismerkedtünk meg ott Szentesről elszármazott nagyszerű szentesiekkel is. Illetve a csapattársaink, akikkel most már évek óta együtt hajózunk, ők Amerikában a Columbia Egyetemen tanító professzorok és az ő gyerekeik, akiket egy ilyen kupa alkalmával ismertünk meg. De a főszervezők is szentesi kapcsolódásúak, mint kiderült, mert hosszú éveken keresztül itt nyaraltak a szentesi strandon, és azóta nem járnak ide, amióta a PET-kupát szervezik, mert már nem maradt rá ideig. Úgyhogy... Fotókon láttam, hogy kutyát is vittek. Igen. Egy vizslát. Igen. Tehát ez sem akadály. Hajóban el van egész nap a kutya? Ő itthon is sokat hajózik velünk, kicsikora óta, és nagyon, nagyon egyre jobban tudja a dolgát, nem szalad el. Most nagyon nagy élmény volt nekem, mert rengeteg labda volt az ártérben, úgyhogy boldogan hordta ő is oda-össze nekünk a szelektálni való hulladékot. Mások is hoznak kutyát, nem mi vagyunk az egyetlenek, akik kutyával jövünk a versenyre. Mi lesz a szeméttel, az összegyűjtött szeméttel, hiszen közel 17 tonna, a számokat nézve több mint 4000 zsák hulladék. Igen. Egy része ugye kommunális hulladék, ami nem újra hasznosítható, az a hulladék udvarokba kerül, mert nem tudnak vele mit kezdeni. Az üvegszint, az, én úgy tudom, hogy az is belekerül a MOHO által működtetett rendszerbe, és onnan megy tovább, viszont a PET palackokat leválogatjuk, és ami tiszta és szennyezésmentes, ezt értem az alatt, hogy nem zsírral szennyezett üvegek, azt a PET kupa szervezői egy másik projektben próbálják hasznosítani. Hoztam egy pár tárgyat, hogy mi minden tud készülni PET palackból, ami egyébként, és ez itt a reklámhelye, a PET kupának van egy webshopja, ahol mint egy adományt ezeket a műanyag, folyami műanyag hulladékból készült tárgyak megvásárolhatók, és kísérleteznek, hogy mi mindent lehet belőle csinálni. Eddig a legnagyobb eredmény az a kettő folyami hulladékból készült PET kajak, ami jól siklik a vízen, úgyhogy tényleg élmény vele közlekedni. És itt az asztalon is van néhány Igen. dolog, például ez itt a kezemben, ez egy toll, nem tudom mennyire látszik, illetve például ez egy vonalzó. És ez akkor mind folyami hulladékból, igen, újrahasznosított folyami hulladékból készül. Igen. PET kupa, ez verseny is? Igen, ez verseny, hiszen alapvetően csapatok neveznek, és az a lényeg, hogy kigyűjti a legtöbb szemetet. Idén azért, valószínűleg annak köszönhetjük a helyezésünket, hogy mi egy dolgot szerettünk volna elérni, a Bodrog Hőse címet. Ezt a címet az kapja, aki a csapatszám arányosan lebontott legtöbb hulladékot szedi. Nyilván idén is a Siemens Energy nyerte, de hát ők évek óta a címvédők, hogyha nincsenek ott, van egy másik családi csapat, ha ők jelen vannak, ők két anyuka és gyerekek, akkor ők viszik a folyóhőse díjat. Csapatneve Amerikalózók, és második hely volt. Idén, igen. Azt lehet tudni, hogy mekkora mennyiséggel? A pontszámunkat ugye benne van 20 ezer fölötti petákot gyűjtöttünk. Mindenki, aki 20 ezer fölött gyűjtött, az már fejenként, vagy a csapat több mint 400 zsákot gyűjtött. Az biztos, de nem, ilyen bontás statisztikát nem láttam, hogy mennyi volt a per fő átlagunk. De bizonyára sok. Sok. Jövőre ismét PET kupa? Igen, mindig megbeszéljük, hogy jövőre már nem nevezünk, csak elmegyünk kenuval, aztán amikor jön a nevezés, akkor persze megint beneveztünk és részt veszünk rajta. Valószínűleg igen, hiszen jönnek a barátaink, és szeretünk velük együtt valamilyen tevékeny részt venni, és segíteni ezt a mozgalmat, mert ez lenyűgöző. Egyébként a PET kupások nagyon sokféle módon próbálják a folyómentést elősegíteni. Létrehoztak két folyammentő központot, a Olaszliszkán van az egyik, és ha jól tudom, Tiszalökön van a másik, ami az ő saját folyómentő központjuk. Szerveznek csomó meghívható utazó kiállításokat különböző méretben. Tehát van a nagy konténerestől a kis kofferig,
létező kiállításuk, amivel szívesen jönnek bárhova, hiszen a legfontosabb dolog a gyerekeknek a környezettudatos nevelése lenne, hiszen ott lehet megfordítani a gondolkodásmódot leginkább. Ez csak a Felső-Tiszán működik ez a PET kupa, vagy van a középső és az alsó szakaszon is? Tavaly itt voltak a Maroson is, kora tavasszal volt a Maroson tisztítás, sőt az egyik PET kupás csapat az Asztakeservét, ők Duna földváriak, és ők most önálló rendezvénnyel álltak elő, és ők a Duna földvári, ott van egy sziget, ami általában súlyosan szennyezett, ők a saját szervezésből nekiálltak és megtisztították, úgyhogy emellett nálunk volt tavaly ugyanígy a PET kupás egy család, családi ismeretség kapcsán a Rogers Akadémia lejött hozzánk, és ők a kurcát tisztították meg a szeméttől. Ebben nagy segítség volt a Horváth Mihály Gimnázium, mert tőlük kaptuk ingyen a kenukat, amit a gyerekeknek oda tudtunk adni, úgyhogy bárhol lehet PET kupa. Bárkinek a szervezésében? Bárkinek a szervezésében. Nyilván, hogyha PET kupával magával a főszervezőkkel felveszik a kapcsolatot, akkor ők bármiben segítenek, jó tanácsokkal látják el az embereket. Ha valaki csak önszorgalomból elmegy evezni mondjuk a Bodrogon, és szed szemetet, nyugodtan be lehet vinni a folyómentő központba az összegyűjtött hulladékot, mert ők azt fogadják. Igen. Kurcaparton laknak, láttam szappal, kenuval, mindennel a kurcán. Mit tapasztalt a mi kurcánk, mennyire szennyezett? Hát a mi kurcánkat még mindig sokan szemetesnek nézik, ami elszomorító, és nagyon sok a horgász szemét is. És sajnos az sem megoldás, hogy zsákban ott marad. Mert ha megy oda egy kóborkutya, kóbormacska, azt a zsákot széttép, és ugyanúgy hullik vissza a kurcába. Nyilván lehet látni a kurcán, hogy holva járnak a gyerekek esténként összegyűlni, ott sokkal több üveg van a nádasba. Lenne itt is még mit tenni, ami az a baj, hogy a vízra kevesen látják a kurcát igazából, és a várost, mert egészen más látványt nyújt, de egy kicsit a szentesi vízi élet ilyen szempontból fejletlen, mert hogyha ebből a szögből látnák sokan, hogy néz ki a város, akkor egészen elcsodálkoznának, amúgy gyönyörű. A Horgász Egyesület szokott évente egyszer szervezni ilyen hulladékgyűjtést, de szerintem az kevés. Igen. Érdemes lenne akkor szervezni rendszeresen a kurcára ilyen vízi hulladékgyűjtést? Hát jó tapasztalat lenne. Én azt gondolom, hogyha csak a gyerekekkel kimennének, akár csak szemlélet, környezettudatosságra nevelés célzatból, nagyon szemléletformáló lenne, érdemes lenne. Nyilván nálunk a kurca nem egy élő folyó, hanem csak azok a hulladék kerül ide, amit az itt lakók szórnak bele. És ezért elgondolkodtató, hogy mennyire tudjuk becsülni azt a szép vizet, ami rendelkezésünkre áll, vagy szép is lehetne. Dr. Bölcskei Molnár Katalin, köszönöm a beszélgetést. Sok sikert kívánok a következő években is, és kevesebb szemetet a folyóvizeinkbe. Úgy legyen. Köszönöm szépen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Szentes egyik legnagyobb épületgépészeti és kisgép szakáruházának, a Termoker Szentes Kft.-nek, Szentes Villogó utca 12 szám alatti üzletének főbb termékköreiből. Víz, gáz, fűtéstechnika, baxi, fég és hajdúsági gyártmányok, kondenzációs kazánok, totya és termomax, vegyes tüzelésű kazánok és radiátorok raktárról. Elektromos kerti, mezőgazdasági barkácsgépek, ipari felhasználású szerszámok. Új stíl szakkereskedésünkben Szentesen a Mátyás Király utca 33 szám alatt motoros fűrészek, kertápolási gépek, fűkaszák, permetezők, munkaruhák és munkavédelmi felszerelések. Minden egy helyen, amire a házban és a ház körül szükség van. www.termoker.hu. A tavasz első napsugarai melengedték. Harmadcseppek és méhek szárnyai simogatták. Szentesi termelők gondozták, hogy természetesen zamatos ízével szolgálja egészséged. Ez volna. Itt van. Itt is van. Itt is van. Itt is van. Itt is van. Itt
Itt is van! Mindenhol megy a net, anya! Megy, kisfiam! Mindenhol megy. Tanévkezdésre 31.500 forint készülék kedvezményt adunk új otthoni gigabitnet előfizetésed mellé. Vodafone. Köszöntöm kedves nézőinket, önök a Szentes Televízió kulturális magazinját látják. Mai magazinunkban beszámolunk Csehúz László előadásáról a Szentesvárosi Könyvtárban, a Nagy Mágocsi Népzenei Találkozóról, a Szó igaz hősei című kötet bemutatójáról, illetve Szabó Ildikó amatőrfestő új kiállításáról a Szentesvárosi Könyvtárban. Az arcképek szentesről legutóbbi vendége Csehúz László tanár úr volt, aki 80 éves korára 8 olimpia helyszínére tekert már el. Az első állomás Barcelona volt 1992-ben, és ahogy mondani szokták, a többi már történelem. Az arcképek szentesről sorozat következő vendége Csehúz László tanár úr, aki 8 olimpiát járt meg. Egy pár szóban legyen szíves elmondani annak idején, amikor először elindult az első olimpiájára, hogyan indult, mi volt a cél, és milyen elgondolásból jött ez az ötlet? Hát triatlonoztam én is, a kislányom is, akkor ő 16 éves volt, és együtt döntöttük el azt, hogy menjünk el Barcelonába. Edzettünk éppen eleget, talán felkészültek vagyunk annyira, hogy el tudjuk menni, sikeres teljesíteni tudjuk. Így indult az egész. Akkor pénzünk nem volt, szegények volt, azt lehet mondani. Kaptunk valamennyi támogatást, de kiderült gyorsan, hogy nyugaton teljesen más árak vannak, mint itthon. És el kell dönteni, vagy megszállunk normálisan, vagy pedig étkezünk normálisan. Nyilván melyik a fontosabb, hogy normálisan legyen étkezésünk. Úgyhogy vadkempingeztünk végig, olimpia helyszínén egy napot töltöttünk, és jöttünk haza. Ennyit látunk az első olimpiáról. Hány éves volt akkor tanár úr? Ekkor én voltam 48. Ereje teljében? Attól függ, hogy veszik. Talán igen, igen, így van. Úgy és van. Azóta eltelt 7x4 év, sőt, ha egy picit utána számolunk, azért volt itt azért némi eltérés a Covidnak köszönhetően. Hát igen, sajnálom, mert már 9 olimpián lennék túl, mert a Tokió olimpián maradt a Covid miatt, meg volt a repülőjegyem, meg volt a szállásom, meg volt minden előkészületem, fölkészültem alaposan az útra, és sajnos le kellett mondani. De ahelyett letekertem Magyarországon belül a tervezett 9000 kilométert. Úgyhogy nem lehet azt mondani, hogy 9 olimpia, csak mondjuk 8, meg egy pici. Evidens volt, hogy a következő olimpiára mindig menni kell? Nem volt mindig evidens. A másodikra akartam menni. A harmadikra azért, hogy 3 magyar igazság legyen, 3 olimpia. Azt mondta, jó, akkor vége. Mivel egészségem megvolt még, és azt mondta, hogy Athén tényleg közel van, hogy akkor menjek el Athénbe is, de ne legyen már olyan nagyon rövid az út, ezért kerülő úton mentem Olaszországon keresztül, hogy legyen 5000 kilométer legyen. Így mentem el végül Athénbe. És utána megint úgy gondoltam, talán vége, de hát olimpiai karikában 5 van, a következő olimpia lenne az 5., akkor illik oda elmenni. Az ott a legkeményebb felkészülés, mert másfél év alatt 27.000 kilométert edzettem, hogy felkészült legyek. Nyilván azért féltem, hogy merre megyek. Volt, hogy azt mondta például, mikor megérkeztem São Paulóba, hogy ők nem ajánlják, hogy elmenjek, mert veszélyes az út. Én aztán kiderült, hogy azért mondták, mert ők le vannak fedve, ők megmondták nekem, hogy ne induljak el, de végül elmentem gond nélkül, odaértem Pekingbe is. Ez egy 3 hónapos nagyon kemény út volt, 11.000 kilométernél több volt. Kín voltam 3 héten keresztül, úgyhogy ezzel azt mondtam, vége, elég volt. De hát nem gondoltam én azt, hogy mindig egészséges maradok. Úgyhogy megint azt, hogy az olimpia, az London, az tényleg közel van, de az is legalább 5000 kilométer legyen, ezért a Hollandián keresztül mentem, és így 5000 kilométer túl meg tudtam haladni ezen az úton is. És utána sokat gondolkoztam, egyáltalán van értelme, még mert már olyan vén vagyok, hogy mit csináljak, de hát nem tettek róla, hogy egészségem még mindig rendben volt. Hogy elkezdtem készülni a Tokió olimpiára, rengeteget edzettem. Ráadásul az volt a jó, hogy Pécsen laktam akkor,
és tudtam dombvidéken, a Gödöllői dombság ott van, tudtam fölmenni a hegyeken, tehát jobban föl tudtam készülni, mint most a Párizsira. Úgyhogy az sajnos elmaradt, utána jött a Riói olimpia, azt is úgy oldottam meg, 5000 kilométer legalább legyen, picivel túlléptem, és utána meg nyilvánvaló, az természetes volt, hogy ha egészségemben nem lesz gond, akkor Párizsbe el kell mennem, az tényleg közel van. A csuda gondolta volna, hogy azért annyit öregettem már, hogy jobban megviseltek az utak most. Azt hittem, hogy könnyebbek leszek a dombok, a hegyek, mert jártam már arra csak 28 évvel ezelőtt. És kiderült, hogy a hegyek lehet, hogy nem lettek magasabbak, csak én lettem tényleg öregebb, meg nyilván felkészültem most is alaposan, de hát az ember nem tagadhatja el a korát. Úgyhogy nagyon megviselt az az út, de legalább túléltem. Vissza már nem jöttem, egyrészt azért, mert én felelőtlen voltam, mert nem lehetett térképet kapni. Nincs Szentesen, majd lesz Pesten, nincs Pesten, majd lesz Győrbe, nincs Győrbe, majd benzinkútnál találok, nincs sehol. Szerintem a gyerekeim voltak mellettem, a fiam délőtt volt ügyeletes mellettem, a lányom délőtt, úgyhogy dolgoztak mellette. Kemény munkát végeztek, hogy azt szeretném mondani, hogy hárman mentünk el Párizsba, nem pedig egyedül, mert nélkülük lehet, hogy még mindig úton lennék. Nincs térkép sehol se. Én meg nem értek annyira az internetes világhoz, hogy tudjam mindig, hogy hogy kell mindig, hova kell kapcsolgatni. Úgyhogy próbáltam engem igazítani, de hát el is tévedtem meg 243 kilométerre, többet tettem meg, mint ahogy eredetileg terveztem. De legalább odaértem, úgyhogy jó, részben elégedett vagyok, részben nem, mert jó lett volna vissza is jönni, de az veszélyes játék lett volna. Térkép nélkül meg a gyerekeimnek már nem volt annyi ideje se. Azt nem váratom tőlük, hogy visszafelé is navigáljanak engem az egész út a hazafelé. Ugye így történt. Sikernek lehet nevezni, de én azért kicsit bosszankodom emiatt, hogy elmaradt a visszaút. Mik adtak erőt az utak során? Tehát kérdezhetném, hogy az odafele vagy a visszaút volt mindig könnyebb, de volt-e mindig olyan, ami egy kis löketet, erőt adott az út során? Hát tulajdonképpen én nem voltam se elkeseredett az, hogy föladjam például, hogy nem bírom tovább, nagyon el vagyok fáradva, tudtam, hogy fárasztó lesz. Hát az szégyellem valamennyire, hogy kétszer tolni kellett a kerékpárt kb. 200 méteren keresztül, amit korábban nem csináltam meg. De ezt nem kellett volna elárulni, tanár úr. Hát, de hát legyünk már őszinték. Ez van, hát ez ember korral jár, és tényleg sokkal nehezebb volt. A hegyek megválasztása nehéz volt, utána úgy éreztem, hogy elég gyorsan kipihentem magamat. De nem volt az, hogy úristen, fölmentem a dombtetőre, hegytetőre, most akkor feküdjek már le, üljek, pihenjek, vagy szálljak meg hamarabb. Mentem tovább, akkor már nem éreztem fáradtságot. Fölmenni nagyon nehéz volt. Nem sok ember mondhatja magáról, hogy ennyi olimpián részt vett. Melyik volt a legjobb élmény, ha most eltekintünk egy kicsit a kerékpározástól? Nincs sok ember, aki 8 olimpián elment, úgyhogy nyilván ez nagy élmény. A legelső mindig azt mondta, a lányommal volt a legnagyobb élmény. Egyrészt először voltam nyugaton, a lányommal voltam, először voltam olimpián. Annak egy a legszegényebbek akkor voltunk, legmostanább körülmények akkor vártak ránk, de mégis a legnagyobb élmény az, hogy ember a saját lányával megy el. Ugye túl már a 8. olimpián, azért hogyan telnek a napok? Hát egyelőre még nincsen különösebb problémám, mert reggel kávézunk barátokkal 9-re a panorámába, utána elmegyek úszni, utána elmegyek ebédelni, most már megvan a kerékpárom, hazajött Párizsból, elmegyek biciklizni, valami nem sokat, csak 10-15 kilométer, de ez kevés nekem. Úgyhogy én szívesen csinálnék valamit, legalább napi 1-2-3 órában valamit. Így kerültem pénzszerre is, hogy én akartam dolgozni, hogy Szentesen, de nyugodtan mondom, Szentesnek nem volt rám szüksége, hogy így mentem el, de nem bántam meg, mert pénzszer 3-4 hónapig fenntartással fogadott, 69 éves voltam, akkor mit keresek én ott, nyilván nem dolgozni akarok, csak pénzt akarok kapni, meg ezt azt tenni, de hamar rájöttek arra, hogy én dolgozni mentem pénzszerre. Nagyon komoly rendezvényeket tartottam, lett egy kerékpáros klubba, meg még mindig nevemet viseli, úgy hívják őket, a Csehúz Ördögei, rendszeresen járnak rendezvényekre, országos eseményen részt vesznek, és ezzel a névvel szerepelnek. Ugyanakkor rengeteg nyári tábort szerveztem, túráztunk, voltunk a Balaton körül, voltunk Velencei tó körül, voltunk a Tiszatónál, voltunk a Fertőtónál, voltunk a Dunakanyarnál, tehát rengeteg helyen voltunk, és nagyon sok eseményt szerveztem, ott óvodásoknak, iskolásoknak, felnőtteknek, szenioroknak,
Tehát sok mindent kitaláltam, hogy le legyen kötve az idő. De el is ismerték a PC-nek a munkámat, úgyhogy nyilván úgy mentem városba, és PC-nek keresztül, úgy is jöttem vissza, hogy PC-nek fogadtak a repülőtéren, és azóta is voltam már PC-len. Mi nagyon büszkék vagyunk tanár úr, a szentesiek, és megtelt most a könyvtár, úgyhogy azok is kíváncsiak, akik önt régről ismerik, lakótársak, úgy lakók. Igen, kezdünk már is, köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Hát ez volt az első komolyabb kerékpáros túra. Népzenei találkozót szerveztek Nagy Mágocson. A több mint három évtizedes múltra visszatekintő rendezvényeknek a célja a népi hagyományok őrzése, ápolása, a résztvevő kórusok közötti barátság elmélyítése, ahol a citerajáték és a népi énekek kapják a főszerepet. Érkeztek fellépők többek között Szentesről, Eperjesről, Kiskundorozsmáról, Derekegyházról, valamint a vajdasági Kispiacról és Tornyosról is. Népzenei találkozót szerveztek Nagy Mágocson. A több mint három évtizedes múltra visszatekintő rendezvénynek a célja a népi hagyományok őrzése, ápolása, a résztvevő kórusok közötti barátság elmélyítése, ahol a citerajáték és a népi énekek kapják a főszerepet. Érkeztek fellépők többek között Szentesről, Eperjesről, Kiskundorozsmáról, Derekegyházról, valamint a vajdasági Kispiacról és Tornyosról is. Ez egy nagyon nemes nap Nagy Mágocs, illetve a térségünk életében, mert a Nagy Mágocsi Ne felejts népdal kör és napra forgó citerazenekar szervezésében valósul meg a 30. találkozó, ami azt gondolom, hogy óriási dolog, mert egy ilyen vészterhes időszakban kicsit háttérbe szorul a kultúra, és mégis van Nagy Mágocson egy olyan entitás, egy olyan egyesület, olyan nagy akarással és lendülettel bíró csapat, akik ezt nemhogy csak fölvállalják, hanem olyan minőségben ápolják, ami példaértékű. És olyan teljesítményt nyújtanak ők, hogy a Kárpát-medencében is elismeréssel szólnak a mi népdalkörünkről, ami szerintem óriási értéke ennek a településnek, Nagy Mágocsnak. És valóban én is némiképp azért elérzékenyülten beszéltem, mert ez egy olyan csodás csapat, tehát olyan értékekkel rendelkezik, amelyet én is a mindennapi tevékenységemben beemelve tudom kamatoztatni. Tehát az az emberség, az a tisztesség, és az a szeretet, ami belőlük áramlik, ez mind olyan dolog, hogyha az ember ezt felismeri és magáévá teszi, akkor nagyon sokat tud segíteni az emberekkel való gondoskodásban, az emberekkel való bánásban. És ugye ez az ismerettség, ez már több éves, tehát több tíz éves is némely taggal, és látva azt, hogy ők mindig ugyanazzal az örömmel és lendülettel állnak neki rendezvényszervezésnek, illetve lépnek fel rendezvényeken, azért ez egy olyan példa, amely mindenképpen, tehát példaértéknek kell, hogy maradjon az ember életében. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy ők vannak nekünk, és azt kell mondjam, hogy Nagy Mágocs önkormányzata, de véleményem szerint a lakosság is őket szeretettel támogatja, és ahogy fogalmaztam, ők valóban Nagy Mágocsnak a kulturális nagykövetei, de látszik ez, mert a mai szervezésben is a Kárpát-medence több részéről is érkeztek, résztvevő együttesek, népdalkörök, úgyhogy bízom benne, hogy ez a továbbiakban is, a többi évben is így tud majd maradni. Az egyesületek különböző hangszereket is megszólaltattak az előadások során, melyek között voltak igazi különlegességek is.
A rendezvény célja, hogy ápolják az egymás közötti kapcsolatot, és bemutatkozzanak a helyi közösségeknek és a megjelent érdeklődőknek. A legfontosabb mindig, hogy a csoport, akikkel együtt dolgozunk, hogy együtt muzsikálunk, az jó érezze magát a bőrében, nagyon klassz társasággá kovácsolódjanak, mint testvérek, és ezek nem nagy szavak, mert így éljük meg a mindennapokat, mint testvérekként, barátokként, és emellett, hogyha szakmai sikereink is vannak, mert azért nem csak idézélbe zenélgetünk és énekelgetünk, hanem nagyon sok megmérettetésen is részt vett a nagymágocsi csapat is, amire nagyon büszke vagyok, és szerintem ez még jobban élteti őket, hogy még ilyen idős korban is lehet szakmai sikereket, és boldogan tapsolnak nekik. És persze, amikor elmegyünk egy-egy minősítőre, ott is nagyon sok baráti társasággal, baráti társasági kapcsolatokat építünk, és ezekkel a csoportokkal együtt muzsikálunk, és most itt ezen a rendezvényen is a barátainkat hívtuk meg. Először megemlíteném a vajdasági barátainkat, a Zentai Pöndői Egyesületből, és a Tornyosról jött a Ady Endre Művelési Egyesületnek a csoportja, de ide tartozik Földász Magyarországról, Földákról, Eperjesről, Derekegyházról, a Szentesi csoportom is itt található, mert azért érdekes, amikor tanítok, és először is a szentesiekkel jöttem össze, majd a nagymágocsiak kérték, hogy jöjjek ide tanítani, és utána, hogy őket barátságot kössenek, hogy ne rivalizáljanak egymást, mert szerintem ez is fontos a mai világban, és nagyszerűen a két csoport nagyon-nagyon szereti egymást, és ennél fontosabb nincs is. Az Eperjesi Kék ne felejts népdalkör az Eperjesi Hagyományőrző Klub keretein belül működik. Évek óta kiváló teljesítménnyel működnek, színesítik a falu életét. Rendezvényeken és dalversenyeken lépnek fel, ahol mindig sikert aratnak. A hagyományok ápolásában nagy szerepük van. Tagjaik vegyes korosztályból állnak össze, így fennállásuk biztosított. 2021-ben alakultunk, és igen, azt azért el lehet mondani a népdalkörünkről, hogy egészen vegyes társaságból áll, mivel igazából a 12 éves gyerektől majdnem a 40-50 éves korosztályig is megtalálhatóak tagjaink. Szeretné elérni ezzel a kis csoporttal, a zenével? Mindenképpen, hogy tovább vigyük Eperjes hírét, és a mi hírnevünket is. Meg egy kicsit őrizzétek a hagyományt. Igen. Igen, mivel a Kék ne felejts hagyományőrző egyesület része a népdalkör, és igen, vinni szeretnénk a klubunk általi hagyományokat is. Hol szoktatok fellépni? Szerte a megyében, Békés megyében egyaránt. Csorváson is megfordulunk, falunapokon, népzenei találkozókon. Az Ady Endre Művelődési Egyesület tagjai közel 10 éve járnak már Nagymágocsra. Egyesületük ápolja és megőrzi a magyar kulturális és művelődési örökséget, népdal, néptánc, népzene terén, valamint a régi falusi szokások megőrzésével és felelevenítésével is foglalkoznak. Céljuk a népzene, a hagyományok és a kultúra megismertetése külföldön és belföldön. Vajdaságban Kispiacon volt egy népzenei találkozó, ahol a nagymágocsi zenekar is fellépett, és a tornyos is, és egymást meghallva úgy gondoltuk, hogy nekünk kutyakötelességünk komolyabb kapcsolatba lépni egymással olyan formába, hogy meghívjuk egymást a saját rendezvényeinkre. Ez a rendezvény ez a népdalról, a népzenéről, van, amikor a néptáncról is, szóval minden, ami kapcsolatos a népművészettel, összekötve a baráti beszélgetésekkel, ami a program előtt és után, és megpróbálunk vendégül látni mindenkit. Utána pedig Tornyoson mondjuk az a szokás, hogy a
hogy olyan zenekarokat hívunk meg, vagy olyan együtteseket, akik utána saját maguk, szóval egy tambura zenekar összeáll, vagy két-három tambura zenekar összeáll. Itt más szokás van, de van, amikor beállunk is tamburán. A hangulat ez itt mindig fantasztikus. A társaság úgy szintén jó részét ismerem azoknak, akik itt föllépnek, és nagy öröm számomra is megtiszteltetés, hogy ebbe a közegben mink beletartozunk. A Pöndöly Magyar Művelődési Egyesület tagjai szeretnek énekelni, szeretnek új dalokat is tanulni, vagy már a régi meglévőket másként énekelni. Az egyesületünk 2018-ban alakult, mégpedig olyan asszonyokból, akik nagyon-nagyon szeretnek énekelni, és nagyon szeretik a népdalt. Tehát ez egy kis közösségnek indult, és utána nőtte ki magát végül is, hogy egyesületet alapítsunk, és fölépéseket is vállaljunk, mert addig csak magunknak énekeltünk. A művészeti vezetőnk Tóth Rozália, ő válogatja össze a csokrokat, amiket énekelünk, tehát kizárólag tiszta forrásból származó népdalokat adunk elő színpadon. Természetesen mi is éneklünk mást is, de leginkább csak és kizárólag tiszta forrású népdalokat énekelünk, azokat tanuljuk meg, azokat próbáljuk úgy átadni, ahogy bennünket Rózsi néni megtanít. Ugye az Áráskért énekeltetek egy érdekes dalt, mi volt az? Hát Isten áldja meg a magyart. Ez, hogy mondjam, egyesületünknek a himnusza lett. Mi is szoktunk népzenei találkozókat tartani, ahol a magyar himnuszt szoktuk elénekelni, és elénekeljük ezt a dalt is. Szeretjük énekelni. Sokat mond maga a dal, és én azt hiszem, hogy ezt hitelesen át is tudjuk adni, azt az érzést ezzel a dallal, amit érzünk. Isten áldja meg a A rendezvényen több mint 100 fő vett részt, akik a fellépés után egy kis baráti beszélgetéssel és vendéglátással zárták a napot. A Szó igaz hősei című kötet bemutatójára került sor szeptember 14-én szombaton a Szentesvárosi Könyvtárban az Intézmény és az Együtt Szentesért Egyesület közös szervezésében. A nemrégiben megjelent könyvet szerzője Vas Borsodi Borbála mutatta be a közönségnek. Közreműködtek a Topolyai Aurora beszédművészeti műhely tagjai is. A rendezvényen részt vett mások mellett Szirbik Imre, Szentesváros korábbi polgármestere, és Horváth György, nyugalmazott gyógyszerész, irodalmár. Mindketten hosszú évek óta támogatják a határon túli műhely értékmentő munkáját. A Szó igaz hősei című kötet bemutatójára került sor szeptember 14-én szombaton a Szentesvárosi Könyvtárban az Intézmény és az Együtt Szentesért Egyesület közös szervezésében. A nemrégiben megjelent könyvet szerzője Vas Borsodi Borbála mutatta be a közönségnek, közreműködtek a Topolyai Aurora beszédművészeti műhely tagjai. A rendezvényen részt vett mások mellett Szirbik Imre, Szentesváros korábbi polgármestere és Horváth György, nyugalmazott gyógyszerész, irodalmár. Mindketten hosszú évek óta támogatják a határon túli műhely értékmentő munkáját. A mai délután a könyvtár és az Együtt Szentesért Egyesület szervezésében valósul meg, és központi témánk a Topolyán nem olyan régen megjelent a Szó igaz hősei című kiadvány.
Vasborsodi Borbála gyűjtötte össze az Aurora beszédművészeti műhely 20 évét, a 20 év alatti történéseket, és ezt jelentette meg ebben a kiadványban. És szó esik a 20 év történéseiről, illetve itt vannak a 20 évvel ezelőtti tagok is. Vasborsodi Borbála, ő Topolyán él, tanárnő, magyar szakos tanárnő, és a Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ keretein belül működő Aurora beszédművészeti műhelynek volt 20 éven keresztül a vezetője. És hogy kerültünk kapcsolatba? Hát évekkel ezelőtt, amíg aktívan dolgoztam, addig nagyon szoros kapcsolatot ápoltunk Topolyával. Az ottani művészeti csoportokkal, a képzőművészet területén pedig Ádor Pállal, aki kiállításokat hozott rendszeresen minden év szeptemberében a galériába, és tulajdonképpen a kapcsolat abból állt a tanárnővel, hogy a beszédművészeti műhely tagjait meghívtuk városi rendezvényekre, például szavaltak. Itt a könyvtárban volt több rendezvény is, az ünnepi könyvhétre például jöttek programmal, műsort adtak a könyvtárba, ilyen zenés-irodalmi műsorokat. És hát azóta eltelt, hogy nyugdíjba mentem, eltelt több mint 10 év, de a kapcsolat, a barátság az megmaradt a mai napig. Minden évben rendszeresen találkozunk Topolyán. Balsors, akit régen tép, hozz rá vígesztendőt. Megbűnhődte már a nép, a múltat és jövendőt. Könyv, amelynek a bemutatója van, szinte 25 évvel ezelőtt indult hódító útjára, és hát most volt februárban Topolyán a hivatalos bemutatója, és most ez a második bemutatója ennek a könyvnek, amelynek nem az a célja, hogy a könyvben lévő verseket mutassuk be, hanem az, hogy minden aurórás tag, ezt a csoportosulást aurórának neveztük 25 éven át. Minden egyes aurórás tag, aki eljött és megtisztelt bennünket, elmondja a legkedvesebb versét. És azután pedig, amennyi könyvünk van, osztogatunk is a közönségnek, és majd el tetszenek olvasni, hogy mi minden található ebben a könyvben. 25 évig készült ez a könyv, mert ahogy Petőfi is mondja a Magyar Nemes című versében, nem írok, nem olvasok. Én magyar nemes vagyok. Tudnélik, remeg a kezem. Kétszer műtötték a szemem, és mindezek után sikerült a könyvet összeállítani, és még mindig van 15 olyan tagja ennek az aurórás csoportnak, amelyik még mindig munkálkodik, és azért az a címe a könyvnek, hogy a szó igaz hősei. Mind egész fiatalok voltak, szinte általános iskolások, amikor a csoporthoz csatlakoztak, akkor úgy körülbelül 50-en voltak a csoportnál, és velem együtt nőttek föl 25 év alatt. És sokat segítettek abban, hogy a könyv életre keljen. És a bemutató, amely február 20-án volt, nagyon szépen sikerült Topolyán, hát reméljük, hogy itt is ugyanilyen sikert fog aratni. Mindenki a saját legkedvesebb versét fogja elmondani, és lesz egy cselló zenészünk is, aki segít majd hangulatosabbá tenni ezt az estét. Régi ismerőseink is vannak, mi 2002 óta jártunk Szentesre, és több
nagyon sikeres fellépésünk volt itt már azóta. Remélem, hogy ez is hozzátartozik majd a többihez. A Szentesvárosi Könyvtárban láthattuk Szabó Ildikó, amatőr festő, Ég és Föld között című festményi kiállítását. A kiállítást Almási Jánosné, a Kapos Kistérségi Kulturális Egyesület elnöke nyitotta meg, és ismertette a festő életútját. A kiállítás megnyitóján közreműködtek a Lajta László Alapfokú Művészeti Iskola gitárszakos tanulói és oktatójuk. Ég és Föld között címen nyílt meg Szabó Ildikó amatőr festő kiállítása. A tárlatnak a Szentesvárosi Könyvtár adott otthont, melyet Almási Jánosné, a Kapos Kistérségi Kulturális Egyesület elnöke nyitott meg, ezen kívül pedig nyitó beszédében ismertette a festő munkásságának útját. A megnyitón felléptek a Lajta László Alapfokú Művészeti Iskola gitárszakos tanulói is. Érezzük a mi nyelvünkből test. Motivációja még a szenvedély, mégpedig kétféle szenvedély. Az egyik maga a tevékenység szeretete, szenvedélyes művelése. Másik az a késztetés, hogy ezt a tevékenységet, az alkotás örömét megoszta másokkal is. Gyerekkorom óta szerettem rajzolni és festeni. Én inkább realista stílust követem, szeretek mindent úgy megfesteni, ahogyan azt látom. Többnyire fénykép után, de nagyon sok képet interneten is keresek, és azokat töltöm le. Viszont van tervben az, hogy a közeljövőben fogok festeni Szentesi Életképek címmel egy sorozatot, ahol szentesi embereket, épületeket szeretnék majd lefesteni. Van-e példaképed, illetve kitől estél el különböző dolgokat, hiszen azért a festészet nem egyszerű? A festészet nem egyszerű tényleg, mert hogyha leül az ember, nem biztos, hogy utána fel tudja idézni mindazt, hogy mit hogyan készített. Ő viszont nagyon nekem nagyon-nagyon tetszenek azok a képek, amik realisták. Mucsi Zoltánnak, a vásárhelyi festőnek a képeit szeretem nagyon, az ő stílusát. Szabó Ildikó elmondta, hogy az évek alatt autodidakta módon teljesen magától tanult meg festeni, és fejlesztette tovább tudását, hogy több technikával is alkothasson. Teljesen autodidakta módon tanultam idáig is. 4 évbe, szeptember 18-án kezdtem el festeni. Mert hogy akkor kezdtem az első festő videó utáni, az még egy tanfolyami festés volt, amikor megvásároltam egy tanfolyamot a Nagy Krisztiánnak, a Kínváltos Nagy Krisztiánnak a sorozatából, és úgy kezdtem el a festést. És milyen technikával dolgozol? Most többnyire olajjal festek már, nagyon ritkán az akrillal. Most a pasztelezés meg a grafit az háttérbe szorult. Előfordul, igen, hogy még később belenyúlok, tehát az olajfesték az, amit utána bármikor elő tudok még venni, és bele tudok javítani. Ildikó az alkotásaival arra törekszik, hogy elsősorban azokat az érzéseket adja át a műveit megtekintő embereket, melyeket ő érez és él át, miközben alkot.
Kisteleken kezdtem a kiállításaimat 3 évvel ezelőtt. Szombathelyi Árpád festőművész segítségével kerültem be a kisteleki festőkörbe, ahová azóta is rendszeresen átjárok, és Árpád az, aki nagyon sokszor segített nekem. Ő volt az első kiállítóm, aki segített az első kiállításomba, és onnan indult el az egész pályafutásom. Általában az embereknek visszapróbálom adni azt, amit én érzek egy-egy festés alatt, hogy hát, ha sikerül megvalósítanom. Vannak képek, amik nekem nem annyira tetszenek, ezzel szemben nagyon jó, pozitív visszajelzéseket kapok, és ezek ösztönöznek és inspirálnak, hogy tovább folytassam. Kedves nézőink, ezzel a mai magazinunk és egyben adásunk végére is értünk. Legközelebb új műsorral csütörtökön 19 órától jelentkezünk. Az ismétléseinket minden páratlan órában indítjuk, de megtalálhatnak a közösségi média felületeken is. Mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra!